100%-ig karácsonyi hangulatba kerültünk az M2 Petőfi TV összes műsorában. Üdvözlök mindenkit, ez alól pedig nem lehet kivétel az adomadalot sem. Mai adásunkban az elmúlt évek legnagyobb magyar karácsonyi slágerének adunk egy újabb formát, ám még mielőtt ebbe belefognánk, tekintsünk vissza egy héttel ezelőttre, amikor Csondor Kata adta elő a Go B zenekar X című számát. Kata és zenészei mindenkit elbűvöltek a stúdióban, és azt hiszem, hogy az ő neve már sejteti, hogy milyen szám lesz ma terítéken. Aki az ő egyik leghíresebb dalát kapja, szintén egy kiváló énekesnő lesz, aki hatalmas online rajongótáborral rendelkezik, és aki itt vár bennünket Gyöngyösön, nem más ő, mint Miss Mood, róla jönnek most a legfontosabb infók. Mint egy mágnes vonzor, nem kell már Mező Dorottya, azaz Miss Mood klasszikus éneket tanult, hegedűn, gitáron és zongorán is játszik. A 2014-ben indult közös zenei pályafutása Vasszali Erik rapperrel, Rikóval, akivel kiadták első közös dalukat Őrült nyár címmel. Miss Mood első önálló slágere a Méreg 2015-ben jelent meg. A Rico és Miss Mood produkció Vihar című dala 2016-ban kiemelkedően sikeres volt, a videoklip közel 40 milliós megtekintésnél jár. A páros országosan ismert formációvá vált, készítettek közös dalt a BSV-vel is. De Miss Mood közreműködött Metzger Viki és Dukai Regina dalában is. Több szempontból is különleges ez a helyszín, egyrészt most a karácsonyi fények miatt, másrészt azért, mert gondolom rengeteg fellépéset kötődik ide Gyöngyös belvárosához, főleg a kezdetiek, jól sejtem? Igen, igen, hál' Istennek azért itt Gyöngyösön nagyon sok lehetőséget kaptam. Alapvetően a klasszikus zenében kezdtél el mozogni, és a hangod az tényleg pontosan annyira képzett is, viszont azt kell mondjam, hogy az a zenei stílus, amit ti képviseltek, vagy ami rád jellemző, az nem feltétlenül, ez a sokkal poposabb. Nem volt benned néha olyan vágy, hogy egy picit visszatérnél a klasszikusabb ének vagy zene felé? Igen, úgy indult a karrierem egyébként, hogy musical színésznőnek készültem, és ezáltal is ugye a klasszikus ének technikát alkalmazom, tehát úgymond a zsigereimben ez van, teljesen ez éget belém. De szerintem ez egy nagyon jó kis fűszer, hogy a popzenébe ezt így beleültetem. Tirikóval azért már régóta egy alkotó duót formáltatok. Hogyan látod, hogy a merre tart most a ti karrieretek vagy pályátok? Hát az elmúlt évek alatt azt mondhatom, hogy teljesen kiforrott így a stílusunk, illetve kivilágosodott előttünk az, hogy mit szeretnénk így alkotni is igazából. És úgy szeretek, hogy különleg, de nem tudom, hogy ez vajon neked jelentőse? Szeretsz, vagy nem, most már válasz. Most a mi elsődleges szempont számomra az az, hogy örömömet találjam meg a zenélésben, és ne egy kötelező feladatnak éljen meg, hogy kiszolgálni a közönséget, hanem az, hogy élvezni az alkotás folyamatát, nem azon görcsölni, hogy mit szólnak az emberek hozzá, hiszen akik szeretik a hangomat, a zenei ízlésemet, azok valószínűleg tudnak velünk majd azonosulni, és tényleg azon vagyok, hogy élvezzem és rajongjak a saját zenéinkért. Gondolom, ilyenkor karácsonykor meg aztán tényleg még nagyobb az igény a közönség részéről rátok, és rengeteg a fellépés. Van olyan hely, ahol egy kicsit ki tudsz kapcsolódni, és le tudsz nyugodni? Igen, szerintem előadóként fontos is, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol békénk van, ahol teljesen elcsendesülhet a lelkünk ebben a hatalmas nagy felfordulásban, ami az ünnepekkel együtt jár. Ez nekem a műhelyem, a kis szentélyem. És be tudunk kukkantani ebben a műhelybe? Lehet, hogy tudok segíteni, akár koszorút, akár kopogtatót készíteni. Találunk neked valami munkát, gyere! Szuper! Dóri, kérlek mutasd meg, hogy mit tudok csinálni egyáltalán. Hát amiben tudsz nekünk segíteni, az a vattázás, én csak így hívom, ami által ilyen bolyhosak lesznek a koszorúink. Nagyon egyszerű kis feladat, viszont hatalmas különbséget tud egy termékkel tenni, sokkal
szebb, bolyhosabb, terebélyesebb lesz általa. Hát mert nagyon pepecs munka, tehát gondolom ezt jó, hogy kiszervezni másnak. Hát így van, úgyhogy nyugodtan tépjél onnan vattát, van egy ilyen kis szerkezet, ez az én találmányom. A drót? Miss Mood találmánya. Egy kunkori drót, és nagyon szuperül, ilyen pici kis, tehát maximum ennyit vegyél először, és így a kis repedésekbe, résekbe a termések közé, ilyen kis nemezelő mozdulatokkal szépen a... Nemezelő mozdulatokkal hát megcsinálom. Igen, teljesen azzal. Egyébként csak, itt milyen munka szokott folyni? Mi történik ezen a helyen? Hát igazából ez az egész hely az alkotásnak lett szentelve, ami azt jelenti, hogy idényszerűen, attól függ, hogy éppen minek van az időszaka, olyan termékeket készítünk. Anyukám virágkötész, úgyhogy egy nagyon kreatív ember, és ezáltal azért gyerekkorunkban folyamatosan gyöngyöt fűztünk, rajzoltunk, festettünk, úgyhogy tényleg ez így egész gyerekkoromtól kezdve a kreatívkodás és az önkifejezés így az alkotás által. Ez mindig is az életem része volt, és jött a pandémia, amikor ugye nem voltak koncertek, és gondolkoztam, hogy mit kéne kezdeni az életemmel, mert hogy otthon voltam, és úgy éreztem, hogy be fogok golyózni, és akkor álmodtuk meg a Mood Dekort. Viszont akkor is úgy tűnik nekem ez a hely, mintha itt egy picit te magadnak a gyermek énedet még mindig ki tudnád élni, és még jobban összeköt akkor tulajdonképpen ez a hely édesanyáddal. Így van, tökéletesen fogalmaztál. Elnézve itt ezeket a gyönyörű díszeket, azért el tudom képzelni, hogy nálad már otthon a nappali az teljes karácsonyi pompában áll. Így van, november 1 óta már áll a karácsonyfám, de még előtte fejezzük be ezeket a koszorokat, és utána megmutatom. Ah, nagyszerű, jó, hát akkor munkára föl. Dóri, pont olyan a lakás, mint ahogy képzeltem, és hát látom, hogy itt ez a dísz is olyasmi, mint amit mi is próbáltunk elkészíteni nálatok. Így van, ez már egy teljes készen lévő koszorú, én csináltam egyedül, ez egy tavalyi koszorú, most úgy gondoltam, hogy idén még tökéletesen fog szuperálni itt nekem az asztalon. Hát ez biztos a karácsonyfát, az pedig tökéletes, tehát ez nincsenek rá szavak, hogy mennyire szép lett, és mennyire passzol ide, viszont vannak itt szavaim a tarsajomba, és ezzel elkezdenénk az asszociációs játékunkat, hogyha nem bánod, jön is az első. Tini bálvány. Nagyon-nagyon szeretem Ariana Grande-t, és amikor Eriktől egyik születésnapomra a bécsi koncertjére kaptam jegyet, akkor abszolút egy tínédzsernek éreztem magam is, és konkrétan sírtam örömömben, amikor ez a fangörcs így rád tör. Na hát akkor abszolút egy tininek éreztem magam is, és bálványoztam a csajszit, úgyhogy talán nekem így, ha lehet választani, akkor Ariana Grande a tini bálványom. Díva. Magáról a díva szóról egyébként nekem egy női típus jut eszembe, és hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én nem vágytam mindig is arra, hogy egy ilyen és hasonló kisugárzásom legyen, akár a színpadon például. És hogyha dívára gondolok, akkor nekem Szekeres Adrián és Zséda jut eszembe, ők voltak így a nagy magyar énekesnők, amikor én bontogattam a szárnyaimat énekes tanulóként. Nincs még egy pillantás, mi vérem szívan áll, nincs még egy érintés. Én írtam levelet Szekeres Adriánnak gyerekkoromban, és CD-t küldtem, illetve egy kis levelet, a hangfelvételemmel is válaszolt és megdicsért, úgyhogy nekem ez egy hatalmas ilyen, egy nagyon jó élmény, így visszagondolva, és igyekszem én is úgy támogatni a feltörekvő tehetségeket, akik bizalommal fordulnak felém is, és akár például véleményt kérnek tőlem, hogy én is ilyen pozitív visszajelzést adjak nekik, és válaszoljak nekik, hogyha megtisztelnek azzal, hogy írnak nekem egy levelet. Alpaka.
Hú, hát vannak ilyen hülyeségeim, hogy vagyok itthon, és akkor mondom Eriknek, hogy én mire vágyok. És akkor mondtam neki, hogy nekem nagyon nagy vágyam, két nagy vágyam van, az egyik az már teljesült. Az egyik az az volt, hogy alpakák szerepeljenek a klipünkben, a másik meg az, hogy Bájos egyszer szerepeljen a klipünkben, de ahhoz még nem találtunk ki, nem volt olyan koncepció, ahol így lehetne használni. Bájos ugye az egyik cicád. Így van. Sírba mulatunk, ajajajaj, 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 mindent megiszunk, ajajajaj. Hát hosszú volt az út, mire oda jutottunk, hogy a Magyar Alpaka Farmról szerezünk állatokat, mert hát ugye nyilván kritériumoknak kellett megfeleljen a plac, és így is volt egy olyan rész, hogy szegénykém megcsúszott, mert hogy arrébb jött a szőnyegről, ami ki volt nekik téve, mert ugye a kis patájukkal a parkettán nagyon nehezen álltak, és megijedt és beleugrott az ölembe. Én úgy nőttem fel, hogy nekünk az állatok mindig családtagok voltak, és családtagként szerettük őket, és így élem én is a mindennapjaimat, segítem a rászoruló állatokat nagyon sokszor. Örökbefogadunk, utcáról szedjük össze őket, van minden évben szinte, vagy minden második évben, hogy valaki csatlakozik a csapathoz. Hát ezt nem választja az ember, hanem jönnek az állatok, és mi meg csak szeretjük őket. 36. Jaj, tudom, hogy ugye 36 milliós megtekintésű a vihar videoklip. Aha, igen. 7 éves, úgyhogy ezért nem egyről a kettőre történt, hanem 7 év alatt csúrant föl. De igen, erre nagyon büszkék vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez már most annál sokkal, de sokkal több, mint amit valaha én gondoltam, hogy elérhetek a zenémmel. Ellenpólus, mágnás. A mágnes volt a második dalunk, amit így nagy közönség elé tudtunk kirakni, ugye a vihar után közvetlenül, és hát azt tudni kell, hogy én még anyáiknál laktam a kis szobámban, amikor már konkrétan tényleg az egész ország ismerte a dalunkat, és tényleg úgy mentem dolgozni, hogy az aluljáróban mi zenénk szólt a kis boltokban, és nagyon érdekes volt ezt így megélni, hogy tudod, így hirtelen így az ország elé így oda kerülsz, de még mindig egyébként ugyanaz az a kis fiatal csajszi vagy, aki ott lakik a szüleinél, és érdekes volt nagyon így dolgozni a mágnesen, hogy a kis szobából az egész országnak utána így kiraktuk, és az egyébként egy nap alatt volt 500 000 megtekintésű. Úgyhogy akkor tényleg minden szempár ránk szegeződött. Emlékszem, amikor megírtam a refrént, így konkrétan, mint a filmekben, így felgyúlt felettem a villanykört, hogy megvan! Karácsonyi klasszikusok. Szeretem az Ariana Grande-nak is a karácsonyi feldolgozásait nagyon. Ez hű vagyok nagyon a kis pop szeretőjénemhez. Úgyhogy amúgy minden jöhet, ami karácsonyi. Én nagyon szeretem külföldi és magyar dalokat is egyaránt. Hát jönni is fog, ugyanis Csondor Kata Add tovább című száma lesz az, amit rád bíznék. Szerintem ismered, de muszáj lesz megnézzük. És utána kezdted szagyalni, hogy hogyan fogod feldolgozni. Úristen, nagyon örülök, Jézusom! Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ? Körbenézel, s látsz egy arcot, ami némán gond pihen. Reményt adhatsz pár mosolyjal, hogy a holnap más legyen. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy hálás feladat, hiszen ezt a dal tényleg egy ország dúdolta, sőt dúdolja azóta, mióta megjelent, de nagyon bízom benne, hogy nálad jó kezekben lesz. Neked most mik az első megérzéseid? Hát igen, a kezdeti lelkesedésemet azért felváltotta egy kis kételj, hogy na most akkor legyél okos, Dórika, és old meg a feladatot. Hát annyit mondok, hogy mindenképpen a Norbival szeretnék konzultálni előtte, hogy hogyan is álljunk neki, de már van egy kis ötlet csírám, amit remélem, hogy meg tudunk együtt locsolni, és egy nagyon szuper kis dal fog belőle kinőni. Norbi az állandó zeneszerző, társad, producer. Igen. Kovács Norbert Smith.
ismerve téged és azt, hogy te milyen előadó vagy, én bízom benne, sőt biztos vagyok benne, hogy gyönyörűen elő fogod adni ezt a dalt, de még mielőtt ez megtörténne és elkezdenéd tényleg a feldolgozást, lenne még egy feladat, méghozzá az, hogy kikérdezd Katát, de bármiről, amiről csak szeretnéd. Hú, jó, rendben, szerintem akad egy pár kérdésem hozzá. Mi a legkülönlegesebb karácsonyi emléked? A tavalyi 24-e és 25-e decemberben nagyon különleges volt, mert életemben először töltöttük a férjemmel a Szentestét úgy egy hotelban, hogy közben felléptem. Tehát 24-én is fellépésem volt, és ez ebben az évben is így lesz, mégpedig 3 darab lesz, és hotelról hotelra fogunk menni, és az az igazság, hogy később szerettük volna bepótolni, így 27-e környékén megpróbáltuk, és nem sikerül. Tehát a Szentestének a családi hangulatát nem lehet szerintem később úgymond behozni. Milyen színekben pompázik idén a karácsonyfád? Arany és rózsaszín. Mit gondolna rólad most a gyerekkori éned? Szerintem nagyon örülne, mert pont egy meselemezt adtam ki, és azt érzem, hogy a gyerekeknek tudtam még pluszban adni, és hogyha én most gyerek lennék, akkor lehet, hogy nagyon örülnék magamnak, mert rengeteg mesefilmet szinkronizáltam, kedvenc mesehőseiknek én személyesítettem meg, és azt gondolom, hogy azt érzem, hogy így nem éltem hiába. Tiszta fényből egy cseppnyi láb, könnyeget, ha másod nincs is, azt add tovább. Dóri elintézte, hogy újra egész karácsonykor ez a dal járjon a fejemben, viszont most hát nagyon-nagyon más formában. Hogy ilyen merészen nyúltatok ehhez a számhoz? Hát, mikor megkaptam a feladatot, akkor azért már azonnal beindult a fantáziám, és most van egy kis szerelemdalom, egyébként pont egy Ariana Grande dal, ami TikTokon tök nagyot ment, úgyhogy arra gondoltam, hogy ha megoldható, akkor ebben a stílusban képzelném el ezt a feldolgozást. És hogy ment a távmunka? Mert az oké, hogy te itt egyedül dolgozol egy mikrofon társaságában, de mennyire tudta Smith segíteni a munkádat? Munka oroszlán részét egyébként Fehérváron Norbinál csináltuk meg, tehát személyesen a stúdióban nekiültünk, előtte azért már igen írtam neki, hogy lesz ez a feladat, és hogy benne van-e, és hát ő is vakarta a fejét először, hogy húha, mi legyen, hogy legyen. Azért elég egy ilyen keringős ritmikában van egyébként az eredeti dal, és félő volt, hogy nem fogjuk tudni átültetni ebbe a stílusba, de nagyon örülök, hogy megbirkózott ezzel a feladattal Smith. A dallamon is változtattatok? Mert azt úgy éreztem, hogy mintha lettek volna olyan hajlítások, amit Kata nem úgy énekelt. Igen, hát természetesen ugye vannak úgymond ilyen előadói sajátosságaim, ami a hajlítgatást illeti, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna belecsempészni. A refrént pedig teljesen átírtuk dallamügyileg, tehát az konkrétan teljesen át van írva. Igen, felfüleltem, úgyhogy alig várom már Kata reakcióját. Hát én is. Nem sokára meghallgathatjuk Csondor Kata Add tovább című számát Miss Mood előadásában, de előtte szeretnénk, hogy a két énekesnő elemezze a dalszövegét. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk. A dal és ez a dalszöveg soha nem kapott egyetlen rossz kommentet se, soha, sehol. Kapok csendben, meleg szívvel, úgy már nem lesz egyedül. Szabó Ági szövegeit én személy szerint nagyon-nagyon szeretem, szerintem sokan vagyunk így ezzel, soha nem ír kliséket. Én úgy gondolom, hogy az emberekhez hétköznapi nyelven kell megszólalni, és valószínűleg ez ennek a dalnak a sikere, hogy egy nagyon egyszerű, de mégis lényegre törő dalszövegről árulkodik az egész. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk, tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy vég.
Valóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk, tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagyvilág. Ezt a dalt itt az M2 akusztikban elénekeltem a karantén idején, és karácsonykor ment adásba, ugye 2 évvel ezelőtt ez a koncert, és emlékszem, hogy akkor ez a mondat, ez sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, illetve hát most meg külön jelentőséggel bír a háborúk miatt. Ez az első fársor, ez arra ébreszt fel minket, hogy egyszer ébredjünk fel úgy reggel, hogy aznap csak próbáljuk a szépet látni, és egy picit nem azt mondom, hogy a rosszat a szőnyeg alá söpreni, hanem tényleg csak így arra igyekezni, hogy mi is jót tegyünk, és ugyanígy a jót lássuk meg mindenkiben, és a jót keressük mindenkiben. Van még gondolat, mi átadható, s van 100 pillanat, mi szétosztható. Ha van még gondolat, mely átadható, és van 100 pillanat, mi szétosztható. Ha nincs is másmit adjunk a környezetünknek, akkor legalább legyünk jók és legyünk békések, és árasszunk harmóniát, és akkor ebbe még úgy belemegy a dalszöveg, hogy a gondolat és a pillanat, amit mi megélünk, az mind fontos. Nem kellenek anyagi javak, nem kellenek tárgyak, hanem tényleg, hogyha csak valakivel egy nap jót szeretnél tenni, akkor csak mosolyog rá egy kedves szóval, illesd meg, és add tovább ezt a jó kedvet. Most pedig meghallgathatjuk a karácsonyi dalok koronázatlan királynőjétől, Csondor Katától az Add tovább című számot Miss Mood előadásában. Újabb varázsatos pillanatokat élhetünk át itt az Adom a dalot színpadán, köszönjük szépen. Hát Kata, mi a véleményed erről a produkcióról? Láttam, hogy teljesen el voltál alélva. Teljesen extázisban vagyok, igen. Óriási, imádom. Hát figyeljetek, én azért elég sok Hóban ébred ad tovább covert feldolgozást hallgattam, mert hogy tényleg ez az interneten a legtöbbet feldolgozott magyar dal, és ezt elkérhetem az alapot, és egyáltalán is, és fú, nagyon jó. És ilyen még nincs, ez nagyon lüktet, nagyon grúvos, nagyon funky, nagyon R&B, ott vannak ahogy
ahogy szétszedted a szöveget, meg a szerkezetet, meg ami ott a vokál, imádom. Hát ez, fú, milyen könnyed volt, milyen állat volt. És merész volt, ahogy ezt kiemelném, merész, abból, amit elmondták. Kata, bíztál benne, Dóri, hogy ilyen dicséretet fogsz kapni majd itt szemtől szembe Katától? Nagyon örülök, hogy nem lett tiszteletlen így a dallal szemben az, hogy ennyire kiforgattuk a jelmezéből, vagy hát a ruhájából, hiszen azért ez tényleg egy annyira klasszikus, ikonikus karácsonyi dal, hogy mi is azért mint egy kis porcelánhoz nyúltunk hozzá először, és mivel ugye két nőről van szó, tehát te is ugye egy női előadó vagy, én is, így nem akartuk azt, hogy ugyanaz legyen a végeredmény. Tehát muszáj volt ennyire drasztikusan hozzányúlnunk, és nagyon-nagyon örülök, hogyha átjött neked is ez az R&B-s groove-os feeling. Én nagyon jól éreztem magam így ebben a dalban, úgyhogy tényleg köszönöm, hogy feldolgozhattam. Én is, hogy mertétek. Mondhatni, hogy így karácsony tájékán ez egy ajándék volt számodra is akár, Kata, így Dóri feldolgozásában? Nekem nagyon nagy ajándék volt. Köszönöm. Dóri, Miss Mood, köszönjük szépen a produkciót, és Kata, neked is köszönjük szépen, hogy itt voltál és értékeltél. Ennyi fért mára az Adom a dalod adásába, de jövő évben természetesen folytatódik az izgalmas zenei láncreakciónk. Addig is kövessétek a Petőfi TV további tartalmakért az online felületeinken. Megtaláltok minket a Facebookon és az Instagramon is, a YouTube csatornánkon pedig a műsorunk eddigi összes epizódját újra megtekintetitek. Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, szép estét, sziasztok!